Sokan jöttek el idén is, hogy segítséget kapjanak életük legboldogabb napjának lebonyolításához. A kiállítók között az esküvő minden kelléke megtalálható volt, torták, ruhák, meghívók, zenekarok, és persze a vőfélyek sem hiányozhattak. Ez az egyes kedves és becses napon kérem és kívánom minden kiegyenlítő gondviselését, ami jó. Ez már a 9. alkalom, hogy esküvő kiállításra várják az érdeklődőket az Ady Endre utcában lévő hotelben. Mindig januárban tartják a kiállítást, hiszen az esküvők zömét még mindig nyáron rendezik, erre pedig már ilyenkor készülni kell. Kell a január, hiszen nagyon sok olyan szolgáltató van, aki már foglalt a klasszikus nyári időpontokra. Ez egyébként ki is tolódott, nem csak június-augusztusban vannak, hanem már akár április-májusban, illetve még szeptember-októberben is vannak már időpontok éttermeknél, úgyhogy szükséges most bő fél évvel előtte is már időpontokat foglalni. Az esküvő kiállításon a médiacentrum kollégája Kis László fotós is ott volt. Nem véletlenül, hiszen esküvői játékot hirdetett a Fehérvár médiacentrum. A nyertes párnak profi szakemberek örökítik majd meg az izgalmas előkészületek, és természetesen a nagy nap minden pillanatát. Ott leszünk, amikor ruhát választ, amikor próbasminket készített magának, amikor a fotóssal, videóssal, tortással megbeszélik az apró részleteket, és megpróbálunk mi segíteni. Itt a médiacentrumnál gyakorlatilag a reklámszakembertől a videóson át a fényképészig mindenki profi módon hozzá tud valamit tenni ehhez a történethez, és megpróbálunk úgy segíteni, hogy ez az esemény a végén maximummal tudjon zárolni. A maradandó képi emlékek mellett az esküvő más kellékeit is megnyerhetik azok, akik jelentkeznek a játékra. Érdemes lesz tehát a jegyes pároknak figyelniük a Fehérvár Televízió és a Vörösmarty Rádió Facebook oldalát, ahol a játék minden részletét megtudhatják.